A szombati rendezvény szüreti felvonulással kezdődött. A táncosok, a fuvószenekar, valamint a meghívott csoportok a Nagymányoki Művelődési Központnál gyülekeztek és vonultak fel a tájházhoz. Ott egy lakodalmat játszottak el, és utána indultak tovább a rendezvény helyszínére. Felvonulással indultunk, ugye, és gyakorlatilag most kulturális műsor lesz, hagyományosan hagyományőrzött táncsoportokkal, utána lesz egy kis tombola sorsolás gyerekeknek, hagyományos gyerekjátékok lesznek, és ezen kívül lesz még egy kis koncertünk, és a végén egy diszkó és egy tűzijáték fogja zárni. Nyilván ennek egy hosszadalmas része van, de ahogy mondtam is a beszédemben, ez most már úgy működik, mint egy dokszóra, tehát megvannak a bevett szokásaink, tudjuk, hogy miként kell menni, megvannak az embereink rá, akik ezt csinálják, és ez nagyon olajozottan megy már. Péntek délután kezdődött a hagyományos rétesnyújtás. A csapatok igen felkészülten érkeztek, remek munkát végeztek. Rengeteg rétes készült el a hagyományos alaptöltelékekkel, volt túrós, megyesmákos, diósmegyes, grízesmegyes és almás is. A réteshúzás ugye ez nem a réteslapos réteshúzás, hanem ahogy a nagyanyáink csinálták, ez egy húzott rétes, és gyakorlatilag 180 darabot húztunk meg, és 26 csapat, olyan 260 ember húzta a rétest. A fesztivál az egyik legnagyobb rendezvénye a településnek a Város és Bányásznap mellett. 26 évre tekintünk vissza. Ez korábban még csak születi felvonulásról szólt, illetve ez volt a Nagymányoki búcsú, de amióta itt a másik helyszínen kerül megrendezésre 14 éve, azóta van a rétes nyújtás is, és akkor ezzel bővült ki a program. Az eseményen kézművesek és termelők kínálták portékáikat, a kulturális műsorok mellett pedig mindenki megtalálta számára megfelelő programokat, hiszen volt falmászás, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás és különféle bemutatók is. Igazából Nagymányok második legnagyobb rendezvénye a Városnap után. Nagyon nagy hagyománya van, ez abból is látszik, hogy már 26. alkalommal kerül megrendezésre. Ezen a helyszínen 14. alkalommal van megrendezve. Úgy működik a program, vagy úgy szokott lenni a program, hogy a pénteki nap csapatok jelentkeznek és rétesnyújtás van. Most 26 csapat jelentkezett, 26 csapat nyújtott rétes, négyféle ízben csináltak réteseket, azt ma reggelre megsütik, és akkor meg lehet vásárolni, és a szombati nap szól az egyéb programokról. Most éppen a floorcore műsor számok vannak, utána este egy koncert lesz, tűzijáték, majd hajnalig retrodiszkó. Színpadi műsort követően a gyerek és felnőtt tombola sorsolás következett. Idén egy wellness üdülés sorsoltak ki főnyereménynek. Folytatásként a Cheat zenekar adott remek koncertet a Rock jegyében. Tűzijátékkal és hajnalig tartó bállal remek hangulatban zárult a rendezvény.